A Vármegyei Oktatókórház főigazgatója szerint a világ legszebb hivatása orvosnak, ápolónak, gyógyítónak lenni. Orvosokat, egészségügyi dolgozókat tüntettek ki áldozatos munkájuk elismeréseként, illetve adjunktusi és főorvosi kinevezéseket adtak át a Vármegyeházán rendezett péntek délutáni Semmelweis napi ünnepségen. Ez egy nagy elkölcselismerés és egy felelősség. Amikor egy szakorvosból egy adjunktussá válik valaki, vagy egy főorvossá, az egy elkölcselismerés, de ugyanakkor mindig elmondom a kollégáknak, ez nagy felelősség is, mert még nagyobb felelősség hárul rájuk, még magasabb kompetenciákkal rendelkeznek, döntési kompetenciákkal ezt követően, és nyilván a fiatalok, a szakorvosok, azok felnéznek rájuk, és várják a segítségüket, adott esetben az iránymutatásokat. És a menedzsment pedig nyilvános a főorvosi karra, az osztályvezetőkre, de nem csak, hanem a főorvosokra támaszkodik a mindennapi munka során. Életmentő műtétek, egynapos sebészet és azok az élőadásban bemutatott, általában onkológiai beavatkozások, melyet az orvostársadalom okulására közvetítettek Nyíregyházáról, mind a sebész főorvos kitüntetését dokumentálja. Nagyon boldog vagyok, hogy sebészként dolgozhatom. Azt gondolom, hogy én nagyon jó helyen dolgozom itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházban. Nekem hál' Istennek megadatott az, hogy ha újra kezdhetném az életem, akkor ismét sebész szeretnék lenni. És hát annak meg külön örülök, hogy az elmúlt 10-12 évben, amit Nyíregyházán dolgoztam, folyamatosan sikerült olyan szakmai előrelépéseket tenni, amellyel elsősorban a daganatos betegek, amellett az egynapos sebészeti betegek és a haladó korszerű sebészeti eljárások terén meg tudtuk ezt itt honosítani. Közel sem lehet megállni, hiszen van még egy kis energia, és a szakma is folyamatosan fejlődik. Abban bíznak, hogy a menedzsment támogatásával erősödik az osztály. A vármegyei sebészeti várólistákat igyekeznek minél rövidebbre húzni azzal, hogy kimaxolják a műtők, a műszerek és a sebészek kapacitását. 1990-től tanít a Debreceni Egyetem egészségtudományi karán a gyermekosztály vezető főorvosa. Eljött a köszönet és a hála ideje. Nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehetek, és büszke vagyok arra, hogy ezen az egyetemen taníthatok, mert a kórházi munka mellett számomra ez legalább ugyanolyan fontos, időnként még fontosabb, mint maga a kórházi munka, mert egészségügyi dolgozókat kell képeznünk, orvosokat, ápolókat, mentősöket, szülésznőket, diplomás ápolónőket, úgyhogy én nagyon jól érzem magam, köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon szorosan összefügg a gyógyító és az oktató munka, és az elvárható egy oktatókórházban, hogy az osztályvezető főorvos a hetente megújuló szakmai információkat megoszta ne csak a kollégáival, de a hallgatókkal is. Július 1-e Semmelweis Ignác, az anyák megmentőjének születésnapja, a magyar egészségügyi dolgozók napja. Munkaszüneti nap, a közösség tiszteletének a napja, kezdte köszöntőjét dr. Erdélyi Ágnes. Az egészségügyben dolgozók a munkafolyamatok széles palettáját ölelik fel, gyógyítók, kutatók, ápolók, mentősök, de a közvetlen betegellátásban dolgozókon kívül fontos tagjai a csapatnak a háttérben dolgozók is. Nélkülük nem lenne eszköze a sebésznek a műtétekhez, a betegek nem kapnának élelmet, nem lenne tiszta lepedő a kórházi ágyakon, és az aszepszis a leggondosabb kézfertőtlenítés mellett sem valósulhatna meg, ha nem lennének takarítók, akik a tisztaságról gondoskodnak. Egy rövid időre a munka átadja a helyét az ünneplésnek. Az ünnepi percek az öröm percei. Kicsit eltávolodunk a nehézségektől, a napi problémáktól. Felidézhetjük a kedves, felemelő pillanatokat, sikereket. A gyógyuló beteg mosolyát, az enyhülő fájdalom után jelentkező megnyugvást, a munkafeszültségének csökkenését, sikerült, most már minden rendben lesz. Az ünnepség résztvevője volt Szondi Zita, az egykori nyíregyházi kórházvezető, ma az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató helyettese, aki a szakmai igényesség mellett a kihívásokról, a változásokban rejlő fejlődési lehetőségekről, de a mesterséges intelligencia megjelenéséről, hasznáról is beszélt. A házigazdák nevében szólt a Vármegyei Önkormányzat alelnöke. Baracsi Endre egyebek mellett egy márai idézetet hozott, mely szerint az életnek értelmet a szolgálat adhat. Egészségügyi intézmény fenntartójaként és betegként is köszönetet mondott a kórház dolgozóinak Nyíregyháza alpolgármestere.
Jászai Menyhért szólt mindazokhoz, akik a betegágy mellett a rendelőkben és műtőkben, vagy a kutató laboratóriumokban végzik áldozatos munkájukat. Hozzátette, a nyíregyházi vállalatok, vállalkozások gyakran adományoznak a kórház osztályai, betegei javára az összefogás szellemében.